Különleges születésnapi parti színhelye volt a Budapestre akkreditált izraeli nagykövet rezidenciája. Hollywoodi sztárokat köszöntöttek, akik éppen most forgatnak Magyarországon. Az ünneplés pedig Morán Atiyah izraeli származású színésznőnek járt. A filmcsillag most ünnepli 35. születésnapját. Ebből az alkalomból egy különleges fogadást rendeztek a tiszteletére. Én szerelmes vagyok Budapestbe. Nyugodtan mondhatom, hogy az önök fővárosa az egyik leggyönyörűbb Európában. Itt megfizethetőek az árak, és nincs drágaság. Nem úgy, mint máshol Európában. Mindenkinek csak ajánlani tudom Budapestet. A lélegzetem is elállt, amikor körbesétáltam itt a belvárosban. Volt olyan lakásom is, ami a Dunára nézett. Hát az a látvány is elképesztő. Most is egy sorozatot forgatunk, de amikor beléptem a Dunai panorámás lakásba, mindig olyan érzésem volt, mintha egy filmben lennék. Morán Atiyah azt mondta, hogy most a Tyrant, magyarul a Zsarnok című Amerikában igen sikeres tévésorozatot forgatják éppen Budapesten. Ma is forgattunk egész nap, onnan jöttünk erre a bulira. A Tyrant című sorozat harmadik évadját forgatjuk itt Magyarországon. Ez egy amerikai politikai dráma. Egy királyi arab családról szól. A sorozatban pedig a feszültséget a demokratikus és zsarnoki alapelvek ütközése adja. Olyan szerencsés vagyok, hogy éppen most a főszerepet játszom, és az én karakterem bekerült a politikába. Olyan Hillary Clinton figurát alakítok körülbelül, a végére pedig egy Eva Peron lesz belőle. Nagyon fontosnak tartom, hogy az emberek megismerjék a Közel-Keleten lévő emberi viszonyokat. Szerintem mindenkinek látnia kell, hogy mi történik a színfalak mögött. Az amerikai színésznő már évek óta jól ismeri Ilan Moore nagykövetet. Ezúton is szeretném megköszönni a nagykövetnek és a feleségének, hogy meghívtak ide a nagykövetségre. Már évek óta ismerjük egymást, de nagyon jól esett, hogy megszervezték nekem ezt a születésnapi partit itt az otthonukban. Ez nagyon megható. Ilan Moore-ról azt tudom elmondani, hogy okos, intelligens, vicces, kedves, nagyon megtisztelő számomra, hogy barátomnak mondhatom. A színésznő számára egyébként rettentő fontos a jótékonykodás. Azt mondta, erre mindig sok energiát fordított az életében. Én az Israel Aid non-profit szervezetet támogatom, egy fantasztikus munkát végeznek. Katasztrófa sújtott a területekre mennek, és bajba jutott embereken segítenek. A mentőseik elsőként szoktak megérkezni a katasztrófák helyszínére. És ők csak segíteni akarnak, ezt becsülöm bennük. Figyelemmel kísérem a munkájukat, és amiben tudok, segítek nekik. Ott voltunk a haiti földrengésnél is, és azóta pedig a jószolgálati nagykövete vagyok ennek a segélyszervezetnek. Segítettem nekik egy amerikai szervezettel felvenni a kapcsolatot, amelyiknek pedig a jószolgálati nagykövete, Sean Penn, és közösen iskolákat építünk a világ legszegényebb országaiban. Emellett emberek tízezreinek próbálunk orvosi segítséget nyújtani. Nagyon büszke vagyok az Israel Aid szervezetre, és én csak egy nagyon kis része vagyok ennek a szervezetnek. A fogadást Ilan Moore, Izrael állam budapesti nagykövete szervezte. Azt mondta, meg szeretném mutatni, hogy a diplomáciai munkába sokszor a könnyed témák is beleférnek. Egy születésnapot ünneplünk éppen. Ő a világ egyik leghíresebb hollywoodi sztárja. Morán Atiyah éppen itt forgatja a Tyrant sorozat következő évadát. 2-3 hónapig lesz itt Magyarországon, és ebből jött az ötlet, hogy itt a nagykövetségen szervezünk egy ünnepséget a tiszteletére. De nem csak őt hívtuk meg, hanem az egész stábot is. Több színész is eljött. De meghívtuk a magyar filmgyártás vezető személyiségeit is. És remélem, mindenki jól érzi magát. Ezért vagyunk itt. De azt szeretném még megemlíteni, hogy számomra nagyon fontos, hogy megmutassuk a nyilvánosságnak, hogy Izrael nem csak a háborúról és a politikáról és a palesztin kérdésről szól. Ez egy normális ország, és a normális dolgokhoz ez is hozzátartozik. Tehát a bulvár is. Izraelben egyébként az utóbbi években hatalmasat fejlődött a filmipar, szerintem ugyanez elmondható Magyarországról is. És az egy külön elképzelésem volt, hogy a magyar filmipar vezetői, az izraeli színészek és a hollywoodi sztárok itt találkozhassanak ezen a fogadáson. Hát, ha lehet belőle valami közös együttműködés a jövőben. Már többször említettem, hogy Izrael és Magyarország között egyre jobban nyílnak meg az üzleti lehetőségek, akár a filmiparban is. De nézzük is, miről szól a Tyrant című sorozat, amelyet az Egyesült Államokban az FX csatorna sugároz. A történet az Abu Dhabi nevű, kitalált közel-keleti jellegű országban játszódik, és az egyeduralkodó elnök családjáról szól leginkább. Az ország vezetőjének fia, azaz a trónörökös Amerikába szökik, és ott házasodik meg. Majd
egy esküvő miatt visszatér Abu Dhabiba, hogy aztán a közel-keleti országban ragadjon amerikai családja nagy bánatára. Az egzotikus helyeken is játszódó sorozat középpontjában a hatalmi harcok és intrikák állnak. A történet előre haladtával pedig megismerhetjük a főhős múltját, illetve Amerikába költözésének valódi okait is. A Tyrant sorozat első évada Izraelben készült, főleg Tel Avivban. Később viszont más országokban folytatták a forgatást. A pilot adást Marokkóban forgatták le, a második évad nagy része pedig Törökországban készült. Az új évadot viszont Magyarországra hozták, és az itt forgatott részek két hónap múlva már adásba is kerülnek Amerikában, de itthon egyelőre még nem kerül képernyőre a Tyrant című sorozat. Az este egyik meglepetés vendége Mr. Big volt, a Sex és New York világhírű amerikai tévésorozat egyik főszereplője. Az amerikai színész eredeti nevén Chris Knott azt mondta, szintén forgatni jött Budapestre. Ez egy nagyon jó buli, és örülök, hogy részese lehetek. Én nagy rajongója vagyok Izraelnek, és külön rajongója vagyok Moránnak is. Ráadásul egy sorozatban játszunk, együtt dolgozunk. Itt pedig együtt ünnepelünk, ezért vagyunk itt, hogy felköszöntsük. Én is a Tyrant című sorozatban játszom, és még 3 hónapig, azaz júliusig Magyarországon forgatunk. Még csak 3 napja érkeztem, és idegennek érzem magam. Nem sokat tudok Magyarországról és Budapestről, de azt tervezem, hogy nagyon sokat fogok sétálni a belvárosban. A pesti oldalon bérelnek nekem lakást, a Dunaparton. És feltett szándékom, hogy ellátogassak a budapesti kulturális intézményekbe. Amennyit csak tudok, meglátogatok. Eddig egyébként nagyon jól érzem magam. A magyarok nagyon vendégszeretőek és barátságosak. Nagyon kedves volt mindenki, ez nekem rettentően tetszik. A Tyrant című sorozat másik világhírű sztárja Jennifer Finnegan. Stábunknak megmutatta, hogy egy pár szót már beszél magyarul is. Hogy vagy? Okay, that's not bad, right? And then I can say many variations of thank you. So I can say köszönöm szépen, közi, kösz. Jennifer azt mondta, hogy már imádja Budapestet. Kevés időm van a forgatás mellett itt Budapesten, de imádok sétálgatni a belvárosban. Nekem a 6. kerületben bérelnek egy lakást, szóval a Liszt Ferenc tér környékén lakom, és különösen szeretem azt a környéket. Most már egész jól ismerem, de szeretem a 7. kerületet is. Sokat sétálok a Dob utcában, a Király utcában. Olyan jó, hogy élet van a belvárosban. Fantasztikusak az éttermek. Én nagyon szeretem ezeket a kis belvárosi sikátorokat, ott érzem jól magam. Bízom benne, hogy a Tyrant sorozatot Magyarországon is játszani fogják, és az egyik főszerepet játszom a sorozatban. A tartalma pedig nagyon aktuális és fontos politikai és közel-keleti témákat feszeget. Azt gondolom, hogy itt Magyarországon tetszene az embereknek ez a filmsorozat. Morán Átiász egy különleges ajándékot is kapott a Nemzeti Filmalap igazgatójától. Ajándékot azért hoztam, mert egy úriember, hogyha egy születésnapra hívják meg egy hölgy születésnapjára, akkor hoz valami meglepetést. Ezért lett ajándék. Az ajándék nem más, mint B. Müller Magdának, a híres standfotósnak, magyar filmes standfotósnak egy fotóalbuma. A magyar filmtörténet alkotásaiból állított össze egy 2 nyelvű album, nagyon szép, nagyon gazdag, és a másik pedig egy kis önös ajándék, a Szabadság szerelem című filmnek egy DVD kópiája. A nagykövet azt ígérte, hogy a jövőben ismét szerveznek még hasonló különleges fogadásokat, ahol akár ismét találkozhatunk hollywoodi sztárokkal.